Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk dr. Pintér Zoltán Árpádot, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjét. Üdvözlöm képviselő urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó reggelt kívánok, magam is tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket! Az elmúlt napokban került felhelyezésre egy közlekedési tükör a Baross és a Salay utca sarkára. Mit lehet tudni a részletekről? Technikailag ugye ez egy közlekedésbiztonsági fejlesztés, ami úgy gondolom, hogy nagyon időszerű volt. Amikor augusztus-szeptember folyamán a tulajdonképpeni választási kampány zajlott, akkor én kötelességemnek éreztem, hogy a körzet lakosaival személyesen találkozzak, eljussak lehetőség szerint mindenhová, megismerjem a aktuális problémákat, a helyi feladatokat, és nagyon sok háztartásnál, nagyon sok választópolgár, nagyon sok lakos jelezte azt, hogy a Morgó csádánál, tehát gyakorlatilag az Arany János utca felől nagyon veszélyes, nagyon nehezen belátható az a kereszteződés, ezt magam is megvizsgáltam, megtapasztaltam, és bár rengeteg feladat van a választókerületben, de úgy gondolom, hogy mindenek felett áll a emberi élet biztonságának úgymond biztosítása. Ezért éreztem szükségesnek, hogy a képviselői feladatköreim között elsőként is a közlekedésbiztonság fejlesztéséről gondoskodjak. Hála Istennek, és úgy gondolom, hogy ez a lényeg, a Karcagvárosi Önkormányzat ugyanígy gondolkodott, ugyanígy helyesnek érezte, hogy feladataink között elsőrenden szerepeljen például ez a közlekedésbiztonsági fejlesztés. Így technikailag a Baross utca és az Arany János utca sarkára egy közlekedési tükröt helyeztünk ki, amelynek betudhatóan jobban belátható ez a kereszteződés, bár azért szeretném elmondani, hogy nyilván ettől egy csapásra nem vált teljesen biztonságosra ez a kereszteződés, minden esetben a tükör csak kiegészítéseként szolgál annak, hogy a kereszt szabályait betartva, az elsőbséget megadva, megfelelő körültekintéssel kell kikanyarodni erről a sarokról. Említette képviselő úr az imént, hogy számos teendő van a választókerületben, ezek közül most egy megoldódott. Melyek a jövőbeli elképzelések? Úgy gondolom, hogy most a járványügyi helyzet közepette egy picit minden nehezebbé vált. Egyrészt nyilvánvalóan, mint minden magyarországi önkormányzatnál, Karcagváros adóerő képessége is romlott ugye a központi költségvetés felé irányuló elvonások következtében. Azonban a szezonális feladatokat el kell végezni. Emellett egyébként további fejlesztéseket kívánok eszközölni a választókerületben. Terpe van véve, és már elkezdtem egyeztetni egy új gyalogátkelő létesítéséről. Gajasztatás van napirenden, árokrendezés, ahol csak lehetséges. Nyilvánvalóan mindez a lehetőségek tükrében, hiszen, mint hangsúlyoztam, gyakorlatilag napjaink világát most sajnos nem csak Karcagon, hanem országosan és világszerte egy olyan járvány elleni küzdelem köti le, amelynek a megfelelő védekezés gyakorlatilag rengeteg erőforrást köt le, nem csak helyben, hanem országosan is. Ön a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakgimnázium és kollégium pedagógusa. Ugye Magyarország kormánya kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel intézkedéseket vezetett be. Az egyik ezek közül az, hogy középiskolában és ugye felsőoktatásban ismételten elindul a digitális oktatás. Hogyan fogja alakítani az elkövetkezendő heteit nyilván a távoktatás fényében nézve? Igen, ez egy érdekes kérdés. Igazság szerint én az őszi szünet vége óta magam is hatósági karanténba kerültem sajnos. Ennek fényében én tulajdonképpen már a múlt hét folyamán megkezdtem úgymond a digitális oktatást vagy távoktatást, tehát a tananyagokat különös tekintettel a végzős osztályoknak majdhogy nem napi rendszerességgel küldtem. És ugye ettől a héttől hát valamennyire már lógott ez a levegőben, érezhető volt, hogy érvénybe lép a távoktatás, hiszen a beteg számok növekednek, az iskolák, a diákok, a pedagógusok veszélynek vannak kitéve. Én úgy gondolom, hogy ennek a meglépése jelen esetben egy észszerű és időszerű intézkedés volt. Szükség van erre, és reméljük, hogy a hatásai is érezhetőek lesznek, és néhány héten belül talán ennek betudhatóan is csökken majd a megbetegedések száma. Ugyanakkor ez nyilván egy kiélezett feladat, és innestől kezdve nehéz kihívás elé állítja a pedagógus társadalmat, hiszen messze menően nem pótolja tapasztalataink szerint a digitális oktatás lehetőségei, eszközrendszere, a személyes, úgymond face-to-face tanórai jelenlétet. Mégis, mint mondani szoktuk, sokkal több lehetőséget tartalmat tartogat még mindig
számunkra a távoktatás, mintha egy iskolaszünetet rendeltek volna el. Ennek fényében én remélem egyébként, hogy sikeres és eredményes hónapok elé nézzünk, és reméljük, hogy ez a rendkívüli helyzet, ez a rendkívüli jogrend, ez a rendkívüli oktatási helyzet minél hamarabb véget ér. Különös tekintettel azért, hiszen évvégén ugyanúgy érettségik lesznek, évvégén ugyanúgy a gyerekek számára számot kell adni tudásukról, és nem mindegy, hogy milyen jegyek kerülnek a bizonyítványokba, hiszen alapvetően a gyerekekért dolgozunk. Végezetül, ahogyan ön is említette, az elmúlt napokban hatósági karantén alá került. Hogy van? Köszönöm szépen. Én magam kontaktszemélyként kerültem karanténba, kedves feleségemmel együtt. Tulajdonképpen jól vagyok. Igyekszem a napokat aktívan kihasználni. Tehát rengeteg olyan feladatom van, iskolán kívüli feladat is, ami az elmúlt időszakban feltornyosult. Az elmúlt másfél-két hétben én szakcikket írtam, részt vettem egyetemi kollégákkal egy új tanulmánykötet, egy rendszerváltásukról szóló tanulmánykötet szerkesztői munkálataiban, digitális tananyagot gyártottam. Talán a legnehezebb kihívás volt, hogy kedves feleségem hadhatós nyomására be kellett segítenem a házi munkába, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a napjaim azok viszonylag tartalmasan telnek, ugyanakkor nagyon hiányzik az iskolai közeg, nagyon jó lett volna egyébként az őszünet után folytatni még a tanítást, sajnos ugye a lehetőségektől most megfosztottak. Én úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest jól vagyok, jól vagyunk, egészségesek vagyunk, és reméljük, hogy mi is, és úgy általában az ország társadalma minél hamarabb túlesik ezen a rendkívüli helyzeten. További jó egészséget kívánunk, minden jót, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.